Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az LHF. Ebben a videóban a Robotica Farms nevű pályát fogom teljesíteni. Szegénynek ott maradt a szalmok alapja. Ja nem, megvannak alap. Na jó, van, akkor nincsen gond. Tehát megérkeztünk ide a Robot Farmra. 400 értékű kincs van itt, 20 ellenfel és 3 gömböt lehet itt összeszedni, úgyhogy lássunk is hozzá és kérdezzük meg ezt a robot papaut, hogy mi a helyzet. Greeny Beanie Farmer. Mi újság, Spyro? Ezek a kártevők ellepték a farmunkat. Tudnál nekünk segíteni megszabadulni tőlük? Ha hát persze, hogy segítek. Találj egy utat a hatalmas bogárlámpához és kapcsold be, szóval így meg tudjuk rázni a kártevőket. Oké, akkor már nem működik. Úgy tűnik az a spray már akkor nem működik. Na jó, akkor én megpróbálom ezzel legyőzni ezt a kártevőt. Jó, sikerült eltalálni, és akkor mehetünk tovább, de itt pedig ügyesen át kell ugorni ezeket a hordókat, mert nekem lökik. Jó, megvan ő is. Egészen szép ez a hely, ahogy így körbenézek. Olyan egész barátságos, farmos hely, tényleg. Tehát ezek a méhek, vagyis hát kártevőknek mondta a farmer, de méheknek tűnnek, és ahogy látom, rám akar leülni. Sikerült is neki. Sajnos. Hát jó. Ja, ide meg headbashelni kell. Aha. Jól gondoltam, de sajnos már hát Sparks már elég gyenge. Így gyorsan meggyógyítom, hogyha találok. Itt volt egy, ha nem tévedek, egy bárány. Igen, itt volt egy. Jó. Aztán ezek itt milyen növények? Ezek nagy kemény virágok akarnak lenni, vagy fák. Na, itt ezt az ellenfelet legyőzzük. Így neki lökjük a saját támadásával. Na itt gyorsan át kell menni. Most, jó, oké, sikerült. A téged meg is kell akkor legyőzni. Pörög, és elszédül. Neki megyek. Na, felfordítom, és most kell a headbash. A headbash, mondom. Jó, sikerült. Igen, és akkor még visszamegyek oda, mert ott lent még volt azért gyűjteni valahogy, csak először mondom, átjövök, megnézem, itt mi a helyzet. Hát itt drága kövek vannak, úgy látom. Itt pedig itt lesz egy ilyen lipityóka. Ezzel így majd fel lehet menni tovább, na de még ne siessünk annyira előre, hiszen nem kellene itt hagyni az itteni drága köveket. Meg amit csak lehet, azt összegyűjtünk. Oké. Csak ennyi volt akkor. Ott a sarokban sehol semmi. Jó, lépcsőn van itt még egy. És itt van még egy bárány, jó, hogy az ugyanaz csak visszajött, és egy szép pillangót kapunk tőle, amitől már 38 életünk lesz. És akkor... sikerült átvenni. Itt pedig akkor felugrunk gyorsan, és akkor összeszedjük még itt a kincseket, de figyeljünk, mert itt vannak a... de gyorsan lövöldöz. Itt van még egy méhecske. Jó, sikerült. Ez nem volt egyszerű. Jó, talán ezt is lehet majd használni ellene, de nem vagyok benne biztos. Na, akkor először jöjjünk erre. Nem menjünk ott azokon a... Még nem menjünk ott fölfelé, hanem itt alul szedjük össze, amit lehet. Így. Vagy mondjuk lehet először kellett volna fölfelé menni, mert ha leesek, akkor ide úgyis lekerülök. Most már összeszedtem mindent, úgyhogy nem szabad leesnem. Mégse szedtem össze mindent. Sőt, itt még ide mögé is elbújhatott kincs, hát nincsen. Jó, akkor most nem tényleg indulunk. Felszaladunk, jó. Egy ellenfél, sőt kettő. Nem volt meg. Úgy látom, hogy magasra felrepülnek, ezért kell használni majd ezt. Csak jól kell célozni. Félek, hogy onnan is eltalál, úgyhogy nem tudok most célozni. Egy, kettő, na most így próbáljuk meg, jó, célzás nélkül is ment. És ő pedig még nem lövöldöz rám, mert remélhetőleg nem is fog. Akkor így könnyen eltalálhatjuk. Jó, megvan. Szóval ott fent látok
kosarakat, de nem tudok oda még feljutni. Úgyhogy majd ez később fog megtörténni. Hú, na itt aztán vannak csapdák, látjátok, egyszerre jönnek a hordók is, és még itt forog ez a szélmalom is. Hú, gyerünk. Hú, alig látok, de azért menni fog, remélem. És a következőt már neked, neked lököm. Ja, megint akkor időzítsük, jó? Jó, megvan. Hú, vigyázat, lövöldöz, gyorsan vegyük ezt fel. Bújjunk el ide. Csak bele ne esünk, mert úgy tűnik az... nem jó, hogy forduljunk felé. Ez az sikerült eltalálni. Meg felvettem még egyet, pedig nem is volt rá szükség, de nem baj. Hú, az ott az a víz itt eléggé veszélyes, ahogy látom. Elektromos áram folyik rajta. Hát igen, az nem lesz kenni. Mármint azt kiiktatni, vagy hát oda belemenni nem lesz egyszerű. Nem is fogok. És ide fel lehet. Nem tudok. Akkor majd megkérdezem szerintem azt a farmert ott, aki ott van. Ó, itt meg egy lift. Na, hát akkor menjünk, miért ne? Ez hova visz majd minket? Ó, na ez jó, ezzel a kis rakétával összetörök egy ilyet. Amit szerintem ott láttam, az lesz az. Ott a jobb oldalt. Igen. És ide a másik irányba. Nem lehetett elmenni, csak ennyi helyre. Na jó, akkor összegyűjtjük itt. Ú, tényleg odáig el kellett volna repülni, nem? Szerintem azt onnan lehet megtenni. De akkor szerintem még nem beszélek azzal a farmerről, hanem itt körbenézik még. Hú, az menő volt, hogy rászaladtam, nem? Tetszett. Na jók ezek a kis ellenfelek, nem is a legkönnyebbek, de nem is a legnehezebbek, olyan jó kiegyensúlyozott ez a pálya így. És akkor... Ó, na itt van még egy olyat. Hup! Haha! De jó! Ó, itt is itt van. Hát itt már nem sikerült. Na, nagyon előre szaladok, hát vissza kell lesz jönnem. Vagy mennem inkább. De úgy látom, hogy elértem egy ilyen pálya széléig, vagy visszakerültem. Azt hiszem, úgyhogy... Gyorsan még legyőzem ezt a méhet. Hú, de lőni akar, úgyhogy ez követ engem? Ez milyen? Milyen ellenfél? Ez ilyen nem szokott lenni. Na jó, annyira nagyon nem követ, de egy darabig azért követett. Hát nem sikerült, én meg túl messze voltam, hogy eltaláljam. De akkor próbáljuk egy másik helyről, mondjuk innen. Aha, itt nem közelebb van. Akkor itt nem kell... annyira messzire célozni, jó, megvan. És oda be lehet ugorni, szerintem az egy új hely. Ja, sőt, még oda is fel lehet még ugorni, akkor először ugorjunk fel oda. Ezt használjuk, hogy oda felkerüljünk. Így. Gyorsan, ott van. Meg is vagyunk. Megvárjuk, még forog, mert... Mondjuk a headbash nem is nagyon kellett így használni még ellenfelekre, ha nem tévedek. Oda ott fent még vannak azért kincsek. Na, arra kíváncsi vagyok, hogy kerülünk oda fel. Meglátjuk. Hú, na itt aztán tényleg jól kell időzíteni a futást meg az ugrást. Mondjuk az a lassabban mozog a kerék, de oké, sikerült elsőre. Ennek örülök. Na, ó, végre itt vannak a... báránykák, így ott lesz a pillangó, szüksége is van rá Sparksnak. Itt el van rejtve, aha. Azt itt hagytam volna, és akkor keresgélem a végéig. Aha, aztán itt pedig már jártam. Igen, ott van az a farmer, akihez majd oda megyek. A későbbiek folyamán, csak először... Ó, itt is van a pálya vége. Az ászlós karakter mindig azt jelenti, hogy ott a pálya vége. Úgy látom, akkor sikerült eljutni idáig. Pálya végéig, hát csak sajnos, amit sajnálok, hogy a harmadik világ pályáin nincsenek már talizmánok. Pedig azok olyan egyedivé tették, hogy ez olyan jobb volt így a talizmánokat nézni, mint hogy csak egy gömböt ad. Na nézzük, akkor így bekapcsoltuk, úgy tűnik. Tép munka Spyro, ezek a kullancsok nem fognak a terményeink közelébe jönni. Felajánlhatok neked egy jutalmat. Jaj, akkor Warminc az a kullancsot jelenti akkor. Vagy csőcseléket, úgyhogy akkor ezek a kullancsok talán. És akkor itt a jutalom, hát igen, ahogy gondoltam. Hát természetesen nem kapunk talizmán, pedig milyen, hát tényleg olyan jó kialakításúak voltak a talizmának. Nekem tetszettek. Ó, és ahogy látom, akkor itt egy supercharge.
És itt egy karakter, egy farmer, aki majd biztos ezzel kapcsolatos feladatot ad. De akkor most még nem megyek a Supercharge-on keresztül, hanem először ezt a titkos úrnál fogom üldözni. Ja, a Supercharge ott volt a képen, úgyhogy erre felé kell haladni. Igen, már is látom, hogy hol van, hova került. Ezek mindig is ilyen aranyos dolgok szerintem, hogy így elkerülnek ezek a... vagy hát ez az úrna. Nem sok pályán van, azt hiszem, hogy három pályán van. Ez Kellos Badlands-en találkoztam először vele, arra emlékszem. De ez így most így szerintem egész jó ötlet volt. Így. Hát így színesítik így a játékmenetet. De én nem akarok most a pálya végére menni, hanem csak itt körbenézni. Merre is lehet az az úrna. Itt igen, jól van. Jól láttam én, hogy egy ilyesmi volt ott. Most megint egy szél van. Szerintem az a pálya elején van, amit most mutatott. De ahhoz erre lehet menni. Ja, ide fel lehet beugrani. Ó, nem lehet. Ilyen cselesek voltak a fejlesztők. Azt ott megakadályozták, hogy arra menjünk. Jól van. Okosak ezek, gondoltak erre is, hogy nehogy ott valaki úgy kiugorjon a pályáról. De akkor szerintem, ha itt tovább megyek, akkor itt lesz. Így, itt is van. Akkor megszereztem a tartalmát. Ez tetszik, ez az ötlet. Nem először találkozok vele ebbe a játékba, de mindig jó. Meg nem túlozzák el egyébként, tehát néha-néha így használják. De akkor menjünk itt visszafelé, és ez hova visz? Aha, nagyszer ide Supercharge az, akkor szerintem megkérdezem itt, hogy mi a probléma. Farmon keresztül vezettem a traktoromat, de néhány robot elzárta az utat. Gondolod, hogy szét tudod ütni őket a Supercharge-a? Hát persze, mondom. Hát ez egyértelmű dolog, de ha nem tudtad volna, akkor most már tudod. Azok a nagy gömbök lennének a robotok, vagy hát valamivel így akkor elzárták. Jaj, ilyen nagy tökök, ha jól látom, nem? Ó, ne, ez nem sikerült teljesen, de úgy kell azt majd tovább haladni. Hú, elég gyorsnak kell lenni. Na jól van, akkor kezdjük újból és próbálkozzunk, amíg nem sikerül. Na menjünk, azt mondja, hogy itt tudom, itt fel kell ugorni. Ó, itt voltak a drága kövek. És itt nem törtem össze a kosarakat, és nem mindet. Hú, ez az... Ó, de így lelassult. Ó, de kár, így lelassultam. Ó, de kár, pedig ezt ki kell, össze kell törni itt. Ez az, jól megy. Hú, még egy ugrás. Hú, merre tovább? Hú, na ide vissza kell ezt még térni. Hú, azta, és... Ah, sikerült, nem? Hova? Ó, oh, de nem! Ó, oh, kihagytam egyet. Hú, na majd most gyerünk, menni fog. Úgy, oké, okay. Eddig jó. Úgy, befordulás, még egy ugrás, hopp. Ja, és itt balra, itt van egy tök... Jaj, ennyi maradt ki a végén. Szép kanyarodás volt, ez sárkány, tessék, fogd ezt a izé-bizét, amit találtam a teheneknél. Ő se tudja, hogy mi a neve ennek, pedig már volt egy ilyen karakter, aki nem tudta, hogy ezek ilyen gömbök. Akkor ezzel kész vagyunk, viszont a Supercharge-ot majd még használom, mert itt ott hagytam az úton dolgokat. Úgyhogy először csak végig megyek így simán lassan. Összegyűjtöm az ottani drága köveket, amiket tudok innen, akkor tovább tudok oda. Jó. Így is tovább tudok haladni. Jó, és akkor nézem, hogy esetleg az úton itt hát elhagytam egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat, nagyon sokat. Ja, még hát itt a kosár sem tört össze. Nagyon gyors voltam. Vagy csak annyira mellé mentem még. Ja, az is lehet. Ja, és akkor így már vissza is kerültünk. Ez elég jó, ez a Supercharge hely. És itt pedig, akkor úgy nem tudok teljesen visszamenni. Oh. De ahogy látom, ott még vannak drága kövek, azokat nem tudom, hogy felejtettem ott. Ide nem mentem így mögé. Hát akkor ezzel meg vagyunk. Oké. És... Na még van? Még van a pályán 12 drága köv és egy gömb. Ja, az egyik gömböt azt tudom, az egyik farmertől innen lehet megszerezni majd. De tényleg is ide nem ugrottam át, talán itt lesz a maradék drága kő. Jó, menjünk akkor. Meg látom, itt vannak. Oké, és milyen madár ijesztők lesznek itt? Mi itt a feladat? Majd megkérdezem.
megkérdezem majd attól a farmától. Csak körbenézek, hogy van-e itt még valami gyűjteni való. Az összes kincs kellene. Oké, akkor meg vagyunk a kincsekkel, ez már kész. Most már akkor csak egy dolog maradt hátra, az utolsó gömb, amit innen tudok majd megszerezni. Ezek a szemtelen bogarak viccet csinálnak a drága robot madár ijesztőmtől. El tudnád őket kergetni és letüzelni? Spyro, hát megpróbálhatom. Akkor rájuk fújok egy kis tüzet. De ahhoz oda kell mennem, akkor nézik mondjuk. Oda megyek és wow. Elmennek, ülnek. Na jó, akkor kapjuk el őket gyorsan. Mondjuk itt. Ja, 1/4. Uff, nem ugrottam elég hamar. Nem baj. De ahogy látom, mindig csak mennek egyikről a másikra. Hú, 3/4, egyszerre kettőt. Na ez nagyon jó volt. Megyek is egyből a következőhöz. És meg is 4/4. Mezői most már biztonságban vannak attól a repülő férgektől. Spyro, fogadd el ezt a dolgot, amit felástam tegnap. Ó, köszönöm. Akkor most már tényleg megszabadítottuk az összes férgektől ezt a farmot, a robotika farmot. Elég jó kis pálya volt ez, és akkor így teljesítettem ezt a pályát. Mert összegyűjtöttem mind a 400 kincset, és megszereztem a 3 gömböt is, illetve a 20-ból mind a 20 ellenfelet legyőztem. Találkozunk legközelebb.